Berta Zoltán Tolna alpolgármestere érkezik virággal és emléklappal az idősek otthonába, ahol Németh Józsefné Erzsi néni lakik hosszú évek óta. Erzsi néni 90 esztendős, egyedül él, és meglepetés számára a köszöntés. Magyarország kormány főjének, Orbán Viktornak az üdvözlő lapja, és engedje meg, hogy polgármester asszonyunk üdvözlő emléklapját is átadjam. Sajnos más hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És hát természetesen nem jöttünk üres kézzel. Hogy szólíthatom? Keresztnevét, aki érdezi? Erzsi néni, ha megengedi, akkor persze. Egy csokor virággal is még egyszer. Boldog születésnapot köszönöm. Kívánok! A virág mellé, ahogy illik, ilyenkor torta is dukál. Erzsi néni meghatódottan fújta le gyertyát, hogy aztán meséljen arról, meghalt a férje és a gyereke is, így jobbnak látta a család, ha idős korára biztonságos körülmények között él, különösen, hogy a hallása is erősen romlik. Az udvariassági gesztus csak egy pici szelete adnak a munkának, melyet az önkormányzat ebben az 5 évben a szociális szférában végzett, mondta Berta Zoltán alpolgármester. A fejlesztési struktúra egyik legfontosabb eleme a szociális szféra volt. 2015-ben sikerült az egészségügyi intézményekben egy projektet végigfuttatni, akkor 3 egészségügyi intézményt, az Alkotmány utcai orvosi rendelőt, a Mözsi orvosi rendelőt, illetve a Garai utcában lévő ügyeleti rendelő részt sikerült felújítani, megújítani. Itt a beruházás értéke 58 millió forint volt, aztán további években is voltak ezekben az épületekben karbantartások, eszközfejlesztések, például a tavalyi évben az Alkotmány utcaiban egy új fűtés került kialakításra közel 1 millió forint értékben. A szociális infrastruktúra fejlesztések tekintetében pedig idén tavasszal adtunk át egy megújult, bővített, felújított épületet. Ez az idősek napközi otthona az Árpád utcában, közkedvelt nevén az idősek klubja. Ezt az épületet kívülbelül felújította az önkormányzat pályázati forrásból. Új tetőt kapott, új nyílászárókat, új homlokzati szigetelés, színezést az épület, az udvar térkövezésre került, hátul az udvarban parkosítás kezdődött meg, amit még folytatunk, mert kell az udvar tovább fejleszteni, árnyékot biztosítani a kertben, illetve egy jelentős bővítés volt egy udvar közepén álló régi korszerűtlen épületben, kis épületben volt az étkeztetés, most bővült az épület egy korszerű melegítő konyhával, tálaló konyhával, szociális helység, irodákkal, egy garázssal. Nem véletlenül mondom a garást, hiszen eszközfejlesztés is volt ennek a projektnek a keretében. Egy új furgont kapott az intézmény, a Családsegítő Központ. A szociális étkeztetésben a rászorulók részére ezzel az autóval hordjuk nap mint nap az ebédet. Az idősekre fordított projekt összértéke meghaladta a 100 millió forintot. Berta Zoltán azt mondta, a költségvetésben jelentős tétel a szociális intézmények működésére szánt összeg. Egyébként a Családsegítő Központ, amit ugye társulásban környező önkormányzatokkal együtt működtet a Tolnaváros önkormányzata, ennek az éves költségvetése meghaladja a 100 millió forintot, sőt évről évre jelentős mértékben bővül, hiszen kormányzati normatíva, tehát a központi költségvetésből az erre szánt, a szociális szektorra szánt normatíva is emelkedik, egyre több ponton igyekszik lefedni ezt a szektort, és látjuk már, hogy hol mutatkozik a közeljövőben a egyre nagyobb probléma, illetve hol lesznek a feladatok. Egyre több idős, egyre több szépkorú van, akik különböző ellátásra szorulnak, ha nem is feltétlenül otthonba szorulnak, de mégis igénylik akár a napi felügyeletet, vagy családgondozást, vagy csak éppen mondjuk az ebédszállítást. Nem véletlen volt az idősek napközi otthonának a fejlesztése, mert ez mindenféleképpen a jelent, de úgy gondoljuk, hogy a jövőt is szolgálja. Ahogyan a legkisebbekre, a rászorulókra is különös figyelmet kell fordítani. Így volt ez, láthatóan eddig is. És amennyiben a források bővülése engedi, a szociális ellátórendszer szélesítésével így lesz a későbbiekben is. Ahogyan Erzsi néni a 90 esztendejét betöltő asszony ellátása idős napjaira megoldódott a városban, a többi szépkorú számára is biztonságot adhat a törődés és a korszerű ellátás.